Nem hívták össze a parlament kétházának együttes bíróját, amelyen a Vlad Voiculescu leváltott egészségügyi miniszter által hangoztatott vádakat vizsgáló bizottság létrehozásáról döntöttek volna. A PSD honatjai szerint a kormány a szőnyeg alá akarja seperni az igazságot a járványügyi adatokkal kapcsolatosan. Rendkívül súlyos vádat fogalmazott meg a múlt héten Vlad Voiculescu menesztett egészségügyi miniszter. Azt állította, a koronavírus fertőzésben elhunytakról szóló adatok nem felelnek meg a valóságnak, ennek kivizsgálására pedig létrehoztak egy munkacsoportot a minisztériumon belül, de közben leváltották. Bejelentése tovább erősítette az Uszéri Plusz és a PNL közötti nyilatkozatháborút. Florin Kücsú miniszterelnök vasárnap azt mondta, hogy az egészségügyi minisztériumban nincs olyan munkacsoport, amely ellenőrizné a COVID-19 járvány alakulásáról szóló napi adatok hitelességét. A PSD azonnal ráharapott a kormánypártok közötti szópárbajra, és egy olyan bizottság sürgős létrehozását javasolta a parlamentben, amely kivizsgálja a menesztett tárcavezető által meglebegtetett ügyet. Ma a PNL és az USR képmutató politikusai megtagadták a részvételt a két ház együttes bürójában, sőt annak összehívását is. Gyakorlatilag Drágu USR Plusz tag és Orbán PNL tag megszegték a szabályzatot, diktatórikus magatartást tanúsítottak azáltal, hogy ők azt csinálnak, amit akarnak a parlamentben. Erre még nem volt precedens Románia parlamentjében. Időközben napvilágra került egy dokumentum, amelyet Andrea Moldován volt államtitkár írt alá április 12-én, két nappal azelőtt, hogy Voiculescut és Moldovánt menesztették volna. Ebben az áll, hogy munkacsoportot létesítenek minisztériumi szinten annak ellenőrzésére, hogy hogyan jelentik a COVID vírus fertőzési adatokat. A dokumentumon Florin Kücsú aláírása is szerepel. A kormányfő szerint azonban ez hamisítvány, tagadja, hogy aláírta volna. Hozzátette, az illetékes szervek hivatalból vizsgálatot indíthatnak, ha bebizonyosodik, hogy a dokumentumot jogtalanul minősítették hivatalosnak.